Tolna, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Borsod megyéből, valamint Szerbiából is képviseltették magukat népzenészek a 8. nemzetközi tambura találkozón Bátán. A helyi származású Szabó Bence, a Pántlika zenekar vezetője azt mondja, annyira ikonikus hangszere a falunak a tambura, hogy amikor ők a testvérével eldöntötték, hogy zenélni szeretnének, egyértelmű volt, hogy ezen a hangszeren játszanak majd. Tőzsökeres bátaiként nyilvánvaló volt, hogy a tamburán fogunk zenélni. Amikor felvetődött ez az ötlet, hogy mi elkezdünk zenélni, akkor átmentünk a papához, és ő tamburás, és ő autodidakta módon tamburán tanult, és mi tőle megtanultunk. Igazából ez adott volt, mert nem volt más hangszer, tamburát a kezünkbe adták, és ezen kezdtünk el zenélni. A fesztivál a tavalyi évben a pandémia miatt elmaradt, de idén nem gátolta meg semmi azt, hogy megrendezzék az eseményt. Balogh László főszervező már több mint 50 éve zenél, és ezt a tudást és életérzést igyekszik átadni a fiatalabb korosztálynak is. Van nekünk egy szlogenünk, amit úgy hívnak, hogy előttem az utódom. Tehát szeretném, hogyha a mi tamburánkat továbbvinnék azok a fiatalok, akik most jelenleg tanulók, kezdők, majd egy 20 év múlva ők is ugyanazt csinálják, mint mi. Remélem megmarad ennek a falunak ez a híressége, nevezetessége, hogy a bátai tamburások. Az eseményen 10 együttes lépett fel, és szórakoztatta az érdeklődőket.